Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a hétvégi szerelmi jóslás. Most megemlíteném azt, hogy vannak új felvételek a csatornámon, úgy hívom őket, hogy kozmikus üzenetek. Itt tulajdonképpen asztrológiáról van szó, hogy mi történik a napokban. De én nem térek ki részletesen erre, tehát ez nem egy ilyen napi útmutatás, ami a napi horoszkópot illeti, hanem akkor készítek felvételt, amikor látom azt, hogy valami fontos történik, ami fontos számomra, ami fontos lehet számotokra is. Így nem biztos, hogy minden nap jön ez a felvétel, de érdemes megnézni, mert akkor tudod azt egy nappal ezelőtt, hogy mi történik a másik napon. Például, ha elkészítek egy felvételt november 17-ére, akkor az megjelenik már november 16-án egy nappal előtte. És akkor fel tudsz készülni bizonyos eseményekre, vagy tudod, hogy mi vár rád, hogy mire kellene odafigyelni. És ezek tényleg fontos témák. Tehát érdemes megnézni ezeket a felvételeket, ajánlom számotokra. És most megnézzük, hogy mit mutatnak hétvégére a kártyák. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. A pénteki napon ezek a kártyák uralkodnak. Itt nagyon fontos mindkettőtök részéről a biztonság érzete, ahol le tudtok horgonyozni, ahol le tudtok gyökerezni. Ez lehet a lakhely, ez lehet a hivatás, ez lehet egy stabil párkapcsolat is. De valami még átláthatatlan ebben a helyzetben, nem tudjátok még, hogy hol a helyetek az életben, ahol le tudtok horgonyozni, le tudtok gyökerezni. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Lehet, hogy valami, vagy valaki visszatér hozzád, és azt átéled úgy, ahogy fél évvel ezelőtt az történt. Persze ez a fél év lehet a jövő is, hogy megvan a terv, hogy fél éven belül legyen egy stabil párkapcsolat, vagy éljétek a hivatásotokat, vagy legyen egy jó anyagi helyzet. Itt ez a horgony szimbolizálja a munkát és a hivatást, és a fa jelenti az egészségügyi témákat. Lehet, hogy te vagy ő ezen a területen dolgozik, és valami ott a munkahelyen átláthatatlan. Mivel a fa jelentheti a betegségeket is, lehet, hogy problémái vannak, betegállományban van, vagy valami betegít téged a munkahelyen, vagy betegíti őt. Szombat az itt látható. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági helyzet. Itt benne vagy ebben a labirintusban, hiszen nem tudod, milyen döntéseket fognak hozni. Sőt, valaki itt állarcot visel. Nem tudod, hogy megbízhatsz-e ebben a személyben. Ez lehet például egy bíró, vagy valaki, aki irodában dolgozik, és utal egy hivatalos ügyre is. Itt ez a torony jelentheti azt is, hogy fogva érzed magadat egy bizonyos helyzetben, hasonlóan, mint ez a labirintus szintén ezt mutatja, keresel egy kiutat, keresel egy megoldást,
De vannak a környezetedben olyan emberek, akik meg akarják ezt akadályozni, hiszen valaki itt állarcot visel, nem bízhatsz meg benne. Szombat, az itt volt látható, és megnézzük, hogy mi történik vasárnap. Itt már javul a helyzet, itt van a remény, a bölcsesség, okos döntéseket fogsz hozni, lesz egy meglepetés, egy ajándék, vagy egy meghívás. Ez lehet, hogy külföldről jön, vagy lesz itt egy utazás. Ez az út lehet egy belső út is, egy spirituális terület, és a virágcsokor a szerencsét hoz, lesz egy meglepetés, egy jó ajánlat, vagy ajándék, de jelenthet egy kreatív tevékenységet is. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!